Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves bónom nézők, akár hiszik, akár nem, a mai beszélgetés első, de azért nehogy valaki komolyan vegye, csak viccelek, legfontosabb feladata az eddig interjú alanként bemutatott személyek átlag életkorán javítani. Ugyanis rádöbbentem, hogy nem tudom mennyi az átlag életkoruk, azoknak a kedves papoknak, érsekeknek, művészeknek és családapáknak és családanyáknak, akikkel eddig beszélgettem, de ideje egy kicsit lejjebb vinni ezt az átlag életkort. Ezért kerestem és találtam egy 18-19. évében lévő nagylányt, aki majd kiderül a beszélgetés során talán, hogy egyébként elég régi ismerősem ezzel köszöntelek téged Ágótai, és már is vágjunk bele. Mi volt a mai napi rended? A mai napi rendem? Hát felkeltem elég korán, mert anyukám kért, hogy rakjak rendet, hogy nehogy valami ne stimmeljen annyira itt a lakásban, úgyhogy olyan nyolc körül keltem, rendet raktam, megreggeliztem, aztán a papával telefonáltam, ez egy, ez egy fontos része a hétköznapoknak, és Hát és aztán jöttetek. Igazából így ez, ez történt. Akkor szúrjunk ki egy másik napot, vagy egy átlagos napot. Egy átlagos mivel nap. most már túl vagy az érettségén, és innen kezdve te arról, hogy mit csinálsz, és hogy mivel jár? Hát én most egyetemista vagyok, első éves, a tanítóképzőre járok, az eltére, és hát ez azzal jár, hogy óráim vannak így napközben, mondjuk átlagosan kilenctől, úgyhogy felkelek, itt a szomszéd utcában van az egyetem, úgyhogy nem kell sokat sétálni, felkelek, az egyik barátnőmmel találkozom mindig a villamos megállóban, mert ő ott jön, együtt elmegyünk, és hát végigülünk, vagy nem, egy-két előadást, meg, meg órát, meg ilyenek, és akkor általában olyan három-négy fele végzünk, hazajövök, ha olyan nap van, hogy hazajövök, és egyébként meg minden délután valamit csinálok, kórus, hittam, plébánia, valahova mindig megyek, és akkor hát olyan 9-10 haza hazajövök, és ugye hát szorgalmi időszakban nem annyira kell tanulni, úgyhogy amit kicsit kell, azt megírom, és akkor anyával még beszélgetek, aztán alszunk. Aki nagyon figyelt most eddig, már észrevette, hogy van neked egy nagyapád, aki elég fontos szerepet Igen. játszik az életedben, és ugyanakkor van egy édesanyád. Ez így van. Viszont én rögtön arra térnék ki, hogy ha érdeklődöm utánad, vagy ha nem érdeklődöm, de valakitől hallok felőled, akkor nagyon sokszor kiderül, hogy nem itt vagy, nem a papánál, nem az iskolában hanem mi a negyedik szinte helyszín, és erre is utaltál már. Hát a plébánia ott. A plébánia. Igen, a fél életem Na ez lassan. Hogy jött ez hogy az... Mióta süröksz, te az átlagnál jóval többször a plébánián? Első áldozó hittanra jártam még le a városméri plébániára, mert egyébként anyukám is majori volt fiatal korában, így innen jön a, a major, mert hogy egyébként nincs annyira közel, tehát van közelebb templom, és ott első áldoztam, aztán jártam még utána is ott hittanra, és ilyen fiatalok segítették az atyákat a, a hittan alkalmaknak az ilyen közösségi részében. És hát nekem ez mindig borzasztóan szimpatikus volt, hogy ez milyen jó pofa, meg milyen kedvesek, aranyosak. És aztán a hitoktató hölgy, aki nálunk volt a csoportban, a Bori, ő invitált engem ebbe a szervező csapatba, hogy lenne el kedvem egy egy nálam akkor már jóval fiatalabb, hát nem jóval két-három évvel fiatalabb gyerekekből álló csoportot így átvenni az oltánatyától az első áldozás után, és akkor őket lehetne így kísérgetni, meg, meg így támogatni őket, játszani velük, meg mindenféle. És hát persze rögtön benne voltam, meg nagyon örültem, belekerültem ebbe a csapatba, ami talán életem egyik legmeghatározóbb dolga, mert hogy onnantól kezdődtek olyan barátságok, amik szerintem örökre tartanak, és talán így az a leg, a leg, -leg. És hát azóta vagyok a, a srácaimmal, a csoportommal, most fogunk bérmálkozni tavasszal, vagyis hát ők. Üm, úgyhogy hát igen, igazából ezt. És akkor ezek mellett csinálunk táborokat, meg programokat évközben, szóval nem közösen is alkotunk valamit így a szervezők, nem csak egyesével a csoportokban, így nagyjából. Hogy látod, ezt most egy kicsit magadtól próbált függetleníteni, a papiánynak köszönhető szükséghelyzetet, hogy nagyon sok civilt kell, vagy örüljünk neki, hogy lehet aktivizálni egy-egy egyházközségben. Én azt gondolom, hogy van van pozitív oldala annak, hogy mondjuk nálunk a csak a bérmálkozó csoportnál ö, tartja a hittan részét a hittanóráknak az atya, és a kisebb csoportoknál hitoktatók vannak és hát nem én azt gondolom, hogy ez nagyon emberfüggő, mert van olyan hitoktató, aki, akinél biztos, aki, akit nagyon szeretnek a gyerekek, meg, meg, nagyon jó, és biztos van olyan is, akit nem annyira, tehát annál biztos jobb az atya, de nem, nem tudom. Én, én gyerekkoromban mindig nagyon szerettem, ha jöttek az atyák hittanra, mert az olyan, az olyan más, egy kicsit ugye a hétköznapi életben ritkábban találkozunk így a, az atyákkal. Az gyerekként nekem az mindig olyan érdekes volt, hogy, hogy az Atya leül közénk, és akkor valamit valamit itt csinálunk. Szóval én, én ezt nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy valószínűleg a gyerekek többségének ez olyan különleges, ha van egy ilyen, egy ilyen közel, közeli viszonyunk az Atyával. Szerintem ez tökéletes. Mennyire sikerül gyakorlatban, hogy látod, vagy éppenséggel milyen hírek jutnak el hozzád, a templomba is bevinni a gyerekeket, akikkel hittanórán, akár az Atyák, akár ti civilek jelen vagy, együtt vagytok? Én azt látom, hogy nálunk, akik így az összes csoportba járnak, gyerekek hitalra, nekük mondjuk a 80%-a oda is jár templomba, a városmajorba, és hát van az a maradék, akit mondjuk a közösség csábított ide, de egyébként mondjuk messze lakik, mondjuk van egy üröm is nálam a, a csoportomba, hát ő nyilván nem fog a városmajorba járni misére, de, de nagyon szereti a csoportot, meg minden, iskor akkor eljön így a kedvünkért de egyébként nálunk nagyon sok a gyerek a, a plébánián, szóval szerintem ez egy nagyon pozitív dolog nálunk, hogy rengeteg a családos, a, a, gyerek a egész piciktől, a, az én korosztályom talán egy kicsit, ott egy kicsit hiány van, de, egy, de a gyerekből rengeteg van nálunk, és részt is vesznek lelkesen mindenben, úgyhogy így könnyű szervezni végül is már. Ennek a riport sorozatnak tulajdonképpen az az egyik eredendő oka, hogy sokszor úgy éreztem, hogy nincs elég jó példa, amiről hallanának, látnának az emberek. Ezért húzok ki innen-onnan közösségekből általam ismert emberkéket, akiket ilyen példának lehet odállítani. És ezért jó, hogyha tudja az ember, és tudják a bónumnézők is, hogy milyen lelkesen tudtok ti civilek is beszállni ebbe a melóba, hogy a papoknak nekünk segítsetek milyen kapcsolatot tudtok teremteni a szülőkkel? A szülőkkel? Hát nyilván az ember azokat a szülőket jobban ismeri, akinek mondjuk közvetlen a csoportjába jár a gyereke, pláne amikor még kisebbek a gyerekek, akkor mondjuk ha elviszem őket valahova, akkor még a szülőkkel kommunikálok, hogy akkor mennénk, ide mennénk, ekkor indulunk, ekkor jövünk vissza. És egyébként pedig van nálunk egy családos tábor a, a plévánián, ami ami hát arról híres, hogy ott vannak a szülők és a gyerekek is, és mi részt veszünk a gyerekek napközbeni lefoglalásában. És hát ez, szerintem ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy tényleg ott van az egész plébánia, és, és a, együtt ebédelünk, reggelizünk, vacsorázunk a szülők, mi, és nagyon, nagyon hálásak a szülők nekünk általában tényleg, hogy, hogy a gyerekeiknek valamit itt csinálunk, adunk nekik valamit, és általában nagyon élvezik is szerencsére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jó viszonyunk van, és így ismerjük azokat a szülőket, akiknek a gyerekeivel mi így foglalkozunk. És szerintem ez fontos is, mert egy mert gyerekről azért többet tudok, hogyha, hogyha látom, hogy honnan jött, hogy kik a szülei. Hát akkor nem véletlen, hogy azon töröd a fejedet, hogy de jó lesz, ha pedagógus leszel, papíron is, de hát Igen. már papír nélkül ezt évek óta csinálod miközben hitoktatsz, meg táboroztatsz, meg lelki gyakorlatoztatsz, hát azért te vagy még kész, neked is szükséged van, hogy ilyen-olyan oktatáson részvégy vagy, vagy rendezvényen, eseményen, programon, ami a te hitéletedet növeli. Úgy tudom, hogy tavaly sikerült neked egy ilyen rendkívüli programon részt venned. Igen, voltam tavaly Krakóban nyáron a, világ világtalálkozón, és és amúgy még akkor ide sorolnám, hogy egy tezé találkozón is voltam, még 15 éves voltam, azt hiszem. És hát igen, ezek szerintem ilyen nagyon, nagyon meghatározó dolgok. Nyilván nagyon készül rá az ember, meg mondanak sok mindent, hogy, hogy milyen jó és milyen nagy, és, és, nem, és, mennyire ilyen különleges az egész, de tényleg ott lenni, nagyon, én nagyon élveztem és volt, volt, egy, mi az Emmanuel közösséggel mentünk erre a találkozóra, és nekik Csensztóhovában volt egy ilyen elő táboruk, és az érdekes volt, mert így lelkileg az volt a nagyobb élmény mindannyiunknak, akik így együtt mentünk, mert, mert ott tényleg nagyon kevesebben is voltunk, könnyebb is volt talán, talán ilyen lelki élményeket így biztosítani nekünk és aztán átmentünk Rakóba, és ott meg ez az óriási közösség, és a rengeteg fiatal, akik mind azért vannak itt, mint én, az meg, az meg egy, hát egy, felejthetetlen élmény volt. Nagy, én nagyon élveztem, nagyon jó volt. Nem tudom, mennyire kérdezhetek rá, hogy ne okozzak fájdalmat, vagy sebek, ne, sebeket ne szakítsak föl, de hogy eszembe jutott, amikor készültem, hogy veled ülök lebeszélgetni, hogy édesanyád éppen körülbelül ennyi idős volt, amikor folytatnád a sort, a mondatot? Amikor mi történt? Hát, amikor a nagymama meghalt nagyjából. Amikor a te nagymamád, az én sógornőm, mert igen. talán most már mindenki egyértelműen sejti, hogy a bátyám unokája ágota Mennyire emlékszel te arra, hogy ez benned, mint akkor érettségére készülő Gyerekben, meg a hugodban. Milyen, milyen traumát okozott? Hát én ugye sok elmesélésből ismerem ezt, a, ezt az egész történetet. Hát én ugye tavaly, tavaly érettségiztem ab, abban a szituációban, amiben ugye anyukám is, amikor meghalt a nagyi. Nem tudom, nagyon elég különbözőek vagyunk itt személyiségre anyukámmal, nem, nem tudom, hogy neki elképzelni se tudom, hogy ez, hogy ez milyen lehetett, nyilván borzalmas volt, és, és hát mind a kettőjüket, anyát, meg a, a hugát, a Gabit is nagyon megviselte, nyilván, meg a papát is, és a, hát azóta is ez így nyilván azért bennünk van mindig, hogy azért van egy nagy aki most már nincs, de volt, és nagyon szerettük, vagyis hát én nem ismertem, de mondjuk elmondásból mindig szoktam mondani anya, hogy, hogy én nagyon hasonlítottam rá, hogy így akár érdeklődésben, ugye ő is pedagógus volt, anya is pedagógus, és most reméljük én is az leszek. Szóval azért így a hétköznapokban is azért ott, ott van ilyen dolgokban szerintem, és ez tök jó. Na most, amilyen fájdalom még lehetett a te életedben, amikor, amikor már megismertél valaki mást, még pedig édesapádat. Igen. Aztán... Nem tudom, két éves lehettem, amikor elváltak anyáik, annyira nem tudom a részleteit ennek a történetnek, és Hát nem is, nem is tartom én a kapcsolatot apukámmal. Ő néha egy darabig még így jött, mondjuk a szüli napomon, meg ilyesmi, de annyira nem, nem voltak szimpatikusak ezek a napok, mert, mert nagyon az volt bennem, hogy ez az ember nem ismer engem, és, és közben meg az apám, és akkor ez ilyen fura volt. Ez a dolog így gyerekként, pláne ezt így nem is. Szerintem nem is nagyon értettem, hogy akkor, akkor most mi is történik valójában. És most meg. Hát a, nekem nem tudom, nekem abszolút nem hiányzik. Van egy nagypapám, aki, aki bármit megtesz bármelyikünkért a családban, és anyukámmal meg nagyon jól meg vagyunk ketten igazából. Úgyhogy. Sajnos azért aktuális ez a téma, mert valamikor a közelmúltban hallottam ezt a szörnyű számot, hogy Magyarországon mintegy 30 ezer gyerek él úgy, hogy jó esetben egy szülő van mögötte, mellette, de sokszor egy se és akkor jön az állami intézet, és szörnyűbb szörnyűbb gyökerek. Mit üzennél azoknak, akik esetleg hasonló cipőben kell, hogy járjanak, mint amilyenben te jársz? Én azt gondolom, hogy most én azt a saját szituációmban azt látom, hogy mondjuk egy szűrővel is nagyon jól fel lehet nőni, és ennek az a feltétele, hogy valamivel, valamivel helyettesítsd azt, ami, ami hiányzik. Nálam mondjuk ez a papa volt, de akár én Kiskorom óta látom azt, hogy én sokkal jobban ragaszkodok ö, fiúkhoz, vagy akár a, az atyákhoz a plébánián, mert, mert és azt gondolom, hogy ez valamennyire amiatt is lehet, hogy nekem nincs egy apuka, aki mellettem áll, és, és van egy ilyen férfi kép a, az életemben. Én azt gondolom, hogy, hogy valamilyen szinten lehet helyettesíteni ezeket a dolgokat, és érdemes nagyon szoros barátságokat kötni, mert anélkül hát nehéz szülőkkel is, de szülő vagy szülők nélkül meg pláne nagyon nehéz. Magyarul lehet, hogy a jó Isten külön szeretettel gondoskodott azt arról, gondolom, hogy, hogy, bizonyára. hogy pótolja azt a az életedből, ami, ami saját hibádon kívül nem adatott meg Igen. neked. Most, hogy készülsz, készülsz, hát már benne vagy szeptember óta az egyetemi Igen. világban. Milyen távlati terveid vannak a jövőre nézve? nem csak annyit kérek válaszként, hogy pedagógus szeretnék lenni. Biztos, hogy vannak személyes elképzeléseid, gondolataid, hogyan tovább. Ha mondjuk én véletlenül még élnék tíz év múlva, hogyan ülnél le velem szemben, miről mesélnél az akkorra eltelt tíz évről. Ez, ez egy érdekes dolog, mert szerintem én még a mai napig gondolkodom dolgokon. Engem nagyon sok minden érdekel, gyakorlatilag a fizikán kívül igazából minden. És emellett nem volt nagy kérdés tavaly, hogy, hogy hova tovább, mert én óvodáskorom óta a tanítónéni szeretnék lenni, tehát ezen nem, nem nagyon gondolkodtam. De bennem van a mai napig az, hogy azért hogy nekem ez nem feltétlenül elég. És, és, most ez nagyon jó, nagyon örülök, hogy itt vagyok, és ez a, ez a prioritás, hogy ez most meglegyen, és, és elkezdjek tényleg azzal foglalkozni, amiért ezt csinálom. De hát még vannak kérdések, hogy, hogy, még én szeretnék még egy egyetemre akár levelezőn majd elmenni, nagyon érdekel engem a földrajz, meg a geológia, tudom, hogy nem sok hasznát venném valószínűleg, hogyha megcsinálnám a geológiát az egyetemen, szóval ez valószínűleg nem fog sajnos megvalósulni. De például érdekel a gyógypedagógia, meg a logopédia, ez, ez olyan kompatibilisnek látszik a, a, pedagógus léttel, úgyhogy lehet, hogy ez lesz belőle. És hát persze minél előbb szeretnék gyerekek között lenni, és, és tényleg csinálni a, hát ezt a tanítás dolgot. És addig is Időnként azért gyerekek között vagy, mert a családunkban van jó van, néhány gyerek. Mesélni róla, hogy mit tudsz, kiket tudsz élvezni a társaságokat? Anyukám Hugának van három kisfia, ilyen egytől hat évig terjednek mondjuk mind a hárman nagyjából, és hát sok időt, amennyi időt tudunk, annyit nyilván töltünk velük, talán a papa a legtöbbet, ő, ő nagyon be van fogva mindenféle gyerekvigyázásokba és hát nyilván én is nagyon jóba vagyok a gyerekekkel, meg igyekszem velük minél többet lenni, és hát van egy kis keresztfiam is, a középső, a Milán, nyilván rá az ember különlegesen figyel, majd pláne inkább majd később, de, de hát nem, én nagyon élvezem, hogy nem, nem kell távolra menni ahhoz, hogy, hogy gyerekekkel lehessen lenni, hanem, hanem három nagyon szuper srác van itt nálunk is a családban így közel a keresztülőséget mennyire lehet komolyan venni, hogyan látod, mit mondanál annak, aki szeretne keresztülő lenni, akár családján belül, mint te, vagy akár kicsit távolabb ismerős életterében. Szerintem ez tök fontos, hogy, hogy nyilván a keresztülők általában a szülők választják, és nem a gyerek, mert hát ő még nem is nagyon tudta akkor, hogy ki vagyok, de, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne arra menjünk rá, hogy nem tudom, az én kereszülőm a nagynéném, akkor nekem is a gyerek nagynényét kell választani, mert hogy közel legyen a családba, mert, mert, ez milyen fontos, meg nem tudom, hanem szerintem nagyon fontos tényleg az, hogy tartsuk a kapcsolatot azzal az illetővel, és nekem is nagyon fontos az, hogy, hogy közös élményeket szerezzünk, most még annyira nem lelki élményeket, tehát mondjuk misére együtt járunk, de hát ebből még annyira nem, nem fog szerintem ő, ő sokat, de, de egy kicsit később nyilván nagyon fontos az, hogy ha a szülők nem, akkor a kereszt szülő figyeljen arra, hogy járjon a gyerek hittanra, hogy jó, jó közösségben legyen, mert, mert az talán még fontosabb, mint hogy, mint hogy mit, mit, hall a gyerek, hogy milyen a közösség. És hát a későbbiekben nyilván támogatni őt abban, hogyha valami nem, nem úgy működne mondjuk a, a lelki dolgaiban a, a srácnak, akkor próbáljuk egy kicsit kiegyengetni, meg, ellenőrizni, hogy tényleg jó helyen van, jó, jó srácok között. Vannak nagy családos, még nagyobb családos ismerőseid, mint amiket a, a családon belül, a rokonságon belül? Van. Megérsz. Hát a plébánián vannak nagy családosok. Na, olyan igazi nagy családosok. Hát nem, nem tudom, én mindig csodálva nézem ezeket a szülőket, akik, akik akár 7-8 gyereket Igaz, nyilván erőfeszítésbe kerül, de hogy úgy kívülről nézve szinte gond nélkül örömmel, mosolygósan terelgetnek, és tényleg a nulla évestől a húsz évesig akár a, a gyerekek, és nem tudom, nagyon, nem mondom, hogy szívesen kipróbálnám, mert nem biztos, hogy milyen ennyi gyerekkel, de de nagyon szépnek gondolom tényleg azt, hogy hogy ennyi gyerek, és hogy mindegyiket ennyire szeretik, és, hozzá, és hogy nem, nem ilyen lustaság a dolog, hanem hozzák őket programokra, és együtt ők is részt vesznek, és tényleg látszik az, hogy minden gyerekül nagyon fontos. És talán ez az, amit néhány nagycsaládosnál látni, hogy, a, hogy, valahol már túl sok nekik az a gyerek szám, és, és a kisebbeken látni néha, hogy már kevesebb szeretetet kaptak, már nem annyira ragaszkodnak a szülőkhöz, és, ez, ez érdekes, de lehet, mert hogy mi így igyekszünk ezt például nagyon figyelni, hogy tudjuk, hogy vannak ilyen srácok, és akkor és rájuk különösen figyelünk, meg nyilván a szülőkkel is kommunikálunk ebben abban a témában. Hallottál arról, hogy Magyarországon jellemző, hogy a fiatalok házasságkötés előtt több gyerekről ámuroznak, mint amennyi aztán lesz. Igen, igen. Vajon miért? Nem tudom. Én nekem most a három az az szám, szerintem egy jó ideje, az olyan, egészségesnek tűnik, három gyerek, az olyan korrekt. Ennél kevesebb, én remélem, hogy én nem fogok ebbe a hibába esni, hogy kevesebb lesz. De hát azt gondolom, hogy most mondjuk én, ha csak így nézném ezeket a családosokat, akkor, akkor nagyon jól néz ki, hogy ennyi gyerek, és hogy mekkora buli, meg, meg nem tudom, biztos nagyon jó. És aztán hát nyilván az életkörülmények is kicsit behatárolják ezt a dolgot, de azért nem egyszerű. Ennyi. Hát a, a, a nagynénémnél is látom, hogy három gyerek is nagyon bonyolult, hogy, hogy az egyik hova megy, a másik közben mit csinál. Ha az egyik beteg, akkor az már teljes káosz. De azért igazat adsz annak a pap barátomnak, egy tarjányi, Zoli nevű barátom volt, aki azt mondta, hogy azt ajánljuk, hogy a fiatalok házasságkötés előtt valóban gondolják át, hogy ők hány gyerekre vannak úgymond predrecsinálva a szeretetük mekkora, az áldozatkészségük, az anyagi helyzetük, stb. stb. Sőt, még azt is be lehet kalkulálni, hogy mennyire lehet számítaniuk nagyszülők segítségére, de azért, ha kijön a végső szám, a végeredmény, akkor ahhoz adjanak hozzá egyet, mert abban mutatkozik meg, hogy a jóistenre is számítanak egyetértek nyilván a, a, dologgal, meg sz szerintem nagyon fontos tényleg az, hogy ilyen alap dolgokat átbeszéljen, mondjuk egy, egy fiatal házas pár, vagy akár még csak jegyes pár, hogy tényleg, hogy mit szeretnének, hogy mi a cél, de azt gondolom, hogy nem kell nagyon ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz, mert például a Jóisten, ha most egyel többet szeretne, hát akkor egyel több lesz, meg, meg fogják oldani, meg kell Igen, oldani. tehát érdekes, hogy tényleg valahol több lesz, mint amire számítottak, Igen. és van, ahol, ahogy az előbb mondtam, kevesebb lesz végül is, mint amennyit bekalkuláltak, vagy terveztek, vagy szerettek volna. Na, és a házasságra hogy kéne készülni? Te hogy készülsz rá? Van olyan már, amit én szoktam néha fószírozni, amikor gyerekekkel beszélek, hogy még fogalmat sincs, mondjuk egy ráadásul általános iskolás hittanosnak, hogy ki lesz a férje, vagy ki lesz a felesége, és már elkezdeni érte imádkozni. Igen, ezt így mi is halljuk, meg, meg, meg próbálom is én is igen ezt így csinálni, nem annyira egyszerű, mert ez egy olyan dolog, amire így hétköznap nem gondol az ember, de valahogy így mégis ott kell lennie a dolognak meg van nálunk egy ilyen lelki gyakorlatszerűség, egy ilyen előadássorozat, ez a neve, hogy Testeó, a testeológiája, és ezen én részt vettem egy, egy, éve, pont egy éve, és nekem ez nagyon sokat adott abban, hogy, hogy, így belelássak, hogy tényleg ez hogy is fog működni, meg találok valakit, és akkor onnan hogyan tovább, és, és mi, a, mi az az út, amit, amit második János Pál azt mondta, hogy ez a tuti, ezt, ezt, ezt kellene megvalósítani. Szóval ezt ajánlom mindenkinek nagyon jó. Van olyan ismerősöd, akiről tudod, hogy úgy kér, készült a házasságra, Van, hogy, igen, igen. hogy valóban ahogy azt a nagykönyvben előírják, mégpedig az egyházi nagykönyvben? Igen, igen. Hát pláne amúgy így a testeon keresztül megismertem olyan fiatal párokat, akik most az elmúlt években házasodtak, vagy még csak jegyesek, és nagyon tök jó nézni őket, hogy ezt tényleg lehet így is csinálni, és hogy milyen jó meg meg hát az eredménye is jó, szóval megéri valószínűleg. Lehet, hogy erre is jó éppen a televíziónk, hogy a sok negatív példa mellett azért néha hallassunk, sőt képet Igen. is mutassunk olyanokról, akik ezt így Igen. csinálták, vagy így csinálják. Érdekes szerintem, mert egy, egy fiatal akár egyházi berkekben is nem nagyon halli esmiről, mármint, már hogy nem, nem is nagyon beszélünk erről a, a témáról így, csak úgy a hétköznapokban, pláne gyerekeknek, vagy ilyen akár az én korosztályomnak, és ezért szerintem tök jó, hogy elkezdték ez a csapat ezt csinálni, és rengetegen mennek, és tényleg jó látni, hogy lista van, hogy be lehet -e kerülni, vagy nem, mert, mert mégis nyilván mindenkit érdekel, mert látjuk a jó példát, de, de azért nehéz azt, azt így magunktól csak úgy kitalálni, hogy akkor most ez hogy is működik, vagy hogyan. A hivatalos elfoglaltságaid mellett, mi a hobbid? Van még valami plusz, vagy pedig a hivatásod lett a hobbid, vagy a hobbid lett a hivat, vagy lesz a hivatásod? Mondhatjuk igen ezt is részben, de én nagyon szeretem a zenét, nagyon közel áll hozzám a zene, és hát énekelek egy kórusban, egy ilyen ifjúsági, könnyűzenei kórusban, és részt veszek a templomi gitáros kórusban is, ott meg Hát most így próbálok gitározni, azt így most tanultam, szóval még bizonytalan a dolog, meg, meg énekelek is, és ez mind a két közösség. És az nagyon fontos, meg tök jó, hogy én is tudok töltekezni menni valahova, és nem mindig csak én megyek a gyerekekhez, hanem itt a saját korosztályom van, és nagyon, tényleg nagyon jól érzem velük magukat, meg, meg, meg nagyon nagyon jó, jó emberek vannak, és együtt csináljuk, amit szeretünk csinálni, és ez tök jó. Szóval így a zenét mondanám, ha hobbit kellene mondani. De utazni is utaztál, te azért már néhány érdekes helyre. Igen. Szívesen mész? Én nagyon szívesen utazom, meg nagyon szeretem a, ugye a földrajzot, meg a történelmet, és akkor nagyon szeretek elmenni, körbenézni, utána olvasni, és nyilván szép helyeket látni, de mondjuk, ha lehet választani, hogy tengerpart vagy városnézés, akkor én egyértelműen városnézek, mert, mert engem érdekel, hogy mi van ott, ez miért van ott, meg meg nem tudom, és hát családdal utazni meg, meg, még, még jobb. Úgyhogy ha van rá lehetőségem, akkor megyek, persze megyek. Volt valami rendkívüli úti a lengyelországi ifjúsági találkozón kívül, ahova netán már többször is eljutottál? Ugye voltunk a hát tezé találkozón Prágában, ott most már háromszor is voltam, azt hiszem Prágában, nagyon, nagyon szeretem, szerintem nagyon szuper hely és nagyon érdekes volt, mert először, először családdal mentünk, így körbenézni, hogy mi is ez, már évekkel ezelőtt, és, és aztán tök érdekes volt visszamenni egy ilyen tezé ahol nyilván a hangsúly nem azon volt, hogy most város nézünk, hanem részt veszünk a, a programokon, meg, meg hát mégiscsak erre a találkozóra jöttünk, és aztán még egyszer visszamentünk 12. be osztálykirándulással, és akkor az meg már nagyon érdekes volt, mert a barátnőmnek már én tudtam mutogatni, hogy mi merre van, meg, olyan jó pofa volt, hogy már kvázi ismerem a, a helyet egy kicsit, hogy hogy mi hol van. Úgyhogy Prágát nagyon szeretem, meg Írország az volt nálam a, a top, ahova mentünk anyáékkal. Én nem nem jártam még ilyen szép helyeken, mint Írországba, és hát nem tudom fogok-e, de magason van a léc, az biztos. Az nagyon de különleges. Ott se a városokra gondolsz? Ja, hát nem. Ott ugye kevésbé, igen, kevésbé vannak ilyen nagyvárosok, meg ilyenek, ott a természet az, ami ami nekem pláne nagyon érdekes, és beültünk egy autóba, és körbe autóztuk igazából egész Írországot, szóval amit így lehetett, azt, azt megnéztük, és az nagyon, nagyon Még jó egy volt. utolsó kérdés. Hogy érzed magad a Szentmisén? Mit ajánlanál nekünk papoknak, és mit ajánlanál azoknak, akik nem járnak szentmisére, pedig talán jó lenne, ha eljárnának? Látom én nálunk a plébánián is akár azt, hogy nagyon különböző lehet két szent mise, hogy az alapján, hogy ki tartja mondjuk, vagy hogy ki nem. Én személy szerint néha nagyon nehéznek találom, hogy figyeljek a, a prédikáció közben, és hogy még a 15. percben is tényleg ne valami tök mással foglalkozzak, hanem azt figyeljem, hogy hogy miről beszél az atya, és szerintem itt ebben van felelőssége azért az atyáknak is, hogy nem is, nem is feltétlenül, hogy mit, hanem hogy hogyan mondják, hogy kicsit, Esetleg, ha több fiatal van a templomban, akkor, akkor egy kicsit fiatalosabban. Meg én mondjuk nagyon szeretem, ha nem olvassa az atya a prédikációt, mert az olyan emberközelebbnek tűnik, hogy ez nem egy beszéd, ami meg lett írva és akkor fel van olvasva, hanem ez úgy, úgy tényleg, úgy belőlük jön. Szóval én azt nagyon szeretem. És hát nem, nem tudom, én nyilván nagyon szívesen járok misére, ha van időm, akkor akár, akár hétköznap vagy szombatonként is elmegyek, mert mert hát azt mondják, hogy jó, szóval végül is miért ne, és, és hát ne, akinek nem jár misére, annak meg azt jelenti, hogy járjon, mert, mert, mert tényleg nagyon jó, és igazából akár látni néha csak embereket, akik beülnek a, a templomba, mert mondjuk abszolút nem vallásosak, fogalmuk sincs, hogy mi történik, de elmennek a templom előtt, benéznek, látják, hogy mi történik, és akkor érdekli őket. Beülnek, és szerintem ez tök jó, és valahol erre lehetne sarkalni azokat, akik így a környezetünkben vannak, hogy, hogy csak jöjjenek el, nézzék meg, és akkor onnantól már könnyebb egy beszélgetést kezdeni velük arról, hogy ha mi is És ha csalódnak ez. a szentmisében, tehát eljönnek, de utána azt mondják, hogy nekem ez elég volt. Hát nem tudom, akkor én elmesélném nekik, hogy ennél van jobb is. Ebből a misénél. Igen, és akkor jöjjön el velem egy olyan misére, amit mondjuk én kiválasztom, hogy ez szerintem ez egy szuper mise, és akkor ide, ide, elmegyünk együtt. Az előbb már mondtad valamire, hogy tök jó, meg hogy top, meg ja, hogy igen, szuper ne, ezt azért mondom, mert mi a véleményed arról, hogy olyan sok a slang a mai beszédben, olyan sok a csúnya szó, vagy a negatív kicsengés szóhasználata, főleg talán a fiatalok körében. Igen, én világéletemben nem voltam az a csúnyán beszélő, rosszul is vagyok, ha a környezetemben ilyeneket hallok, anyukámmal mind a ketten, ezt nagyon, nagyon, nem bírom az ilyet, de, de közben meg azt gondolom, hogy, hogy a, ezt a gimnáziumba szedik magukra az emberek, én is járok kelek a folyosón, hát most már ugye már nem ott, de, de hogy hát hallja az ember lépten nyomon, és, és aki erre bármilyen szinten fogékony, az, az ezt meg, akár megszokja, és nem csomószor abszolút nem tudatos ez a dolog, hanem, hanem ebbe így bele, beleszoknak, és hát ez nyilván nem jó. Egyszer-kétszer biztos, hogy belenéztél már Bónum TV-be, ha már a nagyapád öccse, már mint én ott tevékenykedek, mit üzennél nekünk, mit kellene még ebbe a Bónum tévébe nekünk valahogy becsempészni, komolyabban venni, mint műsort, mint közvetítető programot. Most én, most, hogy múlt héten felhívtál, most különleges figyelemmel átnéztem, hogy mi is van ezen a Bónum tv meg a honlapon egy kicsit el, elkalandoztam, és amúgy ez, ez, nagyon tetszik, ez a műsor, ez a találkozások nevű dolog, és na, én ezt mondjuk fiatal fejjel is nagyon érdekesnek gondolom, hogy meghallgatni valaki, aki már rengeteg mindent megélt, és és sok mindent tapasztalt, és tök érdekes ilyeneket hallani, mert ha csak így megyek az utcán, és akkor, akkor szembe jöhet a bárki is, és fogalmam sincs, hogy ki jö, és, és tök érdekes, hogy leültetsz valakit, és akkor itt tényleg kiderül, hogy, hogy kikkel is találkozott, miket is csinált. Én nem tudom, mondom, engem minden érdekel, tehát ez engem így ez fogott meg nagyon, hogy, hogy mennyi mindent lehet tanulni akár 40 percben egy emberről, hogy, és hogy mi mindenkivel találkozott a, annak a történelem tanárnak néztem most, tegnap, vagy tegnap előtt a... A Balog Ferenc, vagy pedig a Józsa Nem, László. Igen, ő Józsa László, Józsa László? Igen. igen, és nagyon tetszett, nagyon jó pofa volt, Na, igen. remélem, hogy, bár nincs képzett, de nincs bónum TV vételi lehetősége ennek a kedves <laughs> idős tanár úrnak. De, de nagy nagyon szimpatikus volt a bácsi, nagyon meg jó, nagyon fej, rendes, aranyos. igen. Ha most téged ültettelek ide, és csak annyit tudok mondani a Bonum TV nézőinek, hogy ugye megígérjük, hogy néha imádkozunk ezért az ágotáért, hogy nagyon boldog gyerek legyen, gyerekkor után, bocsánat, gyerek legyen, gyerekkor után boldog felnőtt legyen, és legyen egyetöbb boldog és jó pedagógus ebben az országban. Köszönöm a figyelmüket, neked megköszönöm, hogy hajlandó lehetőség. voltál leülni.